A Dunántúli déli rajon kisvasutai között különösen sokrétű feladat hárul a Balatonfenyvesi Nagybereki Állami Gazdaságot szolgáló üzemre. A környék személyforgalmát és a mezőgazdasági termékek szállítását bonyolítja le itt a kisvasút. Kincs, ami van, pontosabban, ami megmaradt belőle. Mert hogy 1957-hez képest, amit láttunk a fekete-fehér filmen, mára alig-alig maradt valami a Balatonfenyvesi vasútból. És azt is meg akarták szüntetni január 1-től. Most azonban úgy tűnik, megmarad. Legalábbis egyelőre. Az üzem szolgálattevőjénél a menetrendszerinti indulás előtt egy órával jelentkezik a motormozdony vezetője, hűtőházba indul, gépe lelkiismeretes, alapos átvizsgálására. A könyv bejegyzései szerint átvizsgálja az erőátviteli, a meghajtó és a fékberendezést. Ezután ellenőrzi az olajnívót. Ha ez nem lenne megfelelő, gondoskodik utántöltéséről. Csak a megfelelő olajmennyiség biztosítja a motor zavartalan működését. És valóban nincs új a nap alatt. 52 évvel később ugyanezt teszi az 52 évvel későbbi mozdonyvezető. Volt úgy, hogy azt gondoltam, nincs miért és nincs esély. Kiunt a szenvedély és elaludt a nagy tűz. Nem hittem volna, van olyan, hogy újra és még tovább, ami egyre feljebb ül. Felpattant egy kózaszikra, s meggyújtott hirtelen. Éreztem menthetetlen, lángra kap a lelkem. Felizzott minden. Hidd el, hogy van neked is egy, mert valahogy mégis szebb. Így hát bárhol jársz, nézd az égbe fel, ez egy csillagot rejt a mély. Velünk válasz hát, ha felragyog a csillámboros ég. Személyvonat indul a második vágányról Somogyszentpál állomásra. A vonat központi főmajor Pál Major és Somogyszentpál állomáson áll meg. A keskenyomközű vasutakat, vagy ahogy jobban ismerjük, kisvasutakat, annak idején azért építették, hogy a gazdaságokból, majorságokból a nyersanyagokat, terményeket a nagyvasúthoz szállítsák rajtuk, és természetesen jelentős volt a személyforgalmunk is. A Kárpát-medencében több ezer kilométernyi kisvasút kígyózott. Mára Balatonfenyvesen és környékén egyetlen vonal maradt, ez 14 kilométer hosszú, körülbelül az egynegyede az 50 esztendővel ezelőttinek. Ezt is be akarták most zárni, de sikerült megőrizni a jövőnek. A Wikipédia szerint a Balatonfenyves övező vidék korában a Balaton víz felületéhez tartozott, de a hullámzás hatására létrejött gátak elszakították a tótól. Az így létrejövő mocsaras területet az 1860-as években lecsapolták, majd megkíséreltek a területen termőföldeket létrehozni. A terület megközelítését azonban hátráltatta a sáros, süppedős talaj. Ennek a helyzetnek a megoldására a két világháború között 4 kilométer hosszban vasútvonalat építettek a Balatonfenyvesi MÁV állomás és Imre Major közé. Ekkora vasúti kocsikat még lóval vontatták, menetrend szerinti utasforgalom nem volt. Ez a rövid vonal a II. Világháborúban elpusztult, ezért a háború után új vasút építésére volt szükség.
A Balaton Nagybereki Állami Gazdaság kezdeményezésére 1950-ben kezdték meg a kisvasút építését. A területen lévő majorságokból mezőgazdasági terményeket, tőzeget és mézi szapot szállítottak a balatonfenyvesi nagyvasúti állomásra. Behúzza a kéziféket, kikapcsolja az akkumulátorokat. A sebességváltókar semleges állásba kerül. A szertártól vételezett üzemanyaggal teljesen megtölti a tartályt. Ezzel megállapítják a napi fogyasztást, illetve a megtakarítást. ...1953-ban az addigi gőzmozdonyokat felváltották a dízelmozdonyok. Ezek járnak ma is. 1954-ben Balatonfenyvesen felépítették a mozdonyszint és a javító műhelyt. A menetrend szerinti személyszállítás 1956-ban indult meg. 1960. április 1-én csatolták a MÁV-hoz a vonalat, mint minden magyarországi gazdasági vasutat. A 70-es évektől az áruszállítás mennyisége folyamatosan csökkent. Ekkor gondolták először, hogy be kellene zárni a vonalakat. Az 1980-as években turisztikai jelentősége viszont egyre nőtt, ahogy egyre többen látogatták a csisztapusztai termálfürdőt. 1985-ben pedig gőzvontatású nosztalgia vonatokat indítottak Csisztapusztára. 1987-ben az idevezető szakasz mintegy 1 kilométerrel meghosszabbították, hogy még közelebb fogadhassa utasait a fürdő. 1990-ben a többi, csak áruszállításra használt kisvasúti pályaszakaszt üzemen kívül helyezték, vagy felszedték. Eddig az idézet a Wikipédiáról, és akkor a folytatásban újra csak a saját gondolat. Mindenkinek javaslom, aki még nem utazott ezen a vonalon, hogy tegye meg, mert ugyan most megmenekült a Balatonfenyves Somogypál vasúti vonal, de nem biztos, hogy ez mindig így lesz. Kihagyni pedig kár lenne.